1990 óta rendezik hazánkban a Zrínyi Ilona országos matematika versenyt, vagyis idén már a 25. alkalommal vártak magyarországi és határon túli diákokat a megmérettetésre. A verseny két fordulóból áll, egy megyei részből és egy országos döntőből, amelyet általában Kecskeméten rendeznek meg, így lesz ez idén is. A feladatoknál 5 megoldás közül kell kiválasztani az egy helyes választ, a második, harmadik és negyedik osztályosoknak 25 feladatot kell kitölteniük 60 perc alatt, az idősebbeknek kicsit több feladatjuk és idejük is van. Érdekesség, hogy a jó válaszért 5 pont jár, a rossz válaszért 1 sem, ugyanakkor aki nem biztos a válaszában és inkább passzolja a feladatot, az is kap 1 pontot. 1995-től több mint 50 ezer gyermek indult évente az országban ezen a versenyen, most viszont megdőlt minden korábbi rekord, hiszen több mint 70 ezeren vettek részt az összes megyei selejtezőn. Győrött a gyakorlóiskola eredményhirdetésén 145 tanulót díjaztak, akik közül 16-an jutottak be az országos döntőbe. Simó Róbert Balázs Győr alpolgármestere szerint nem véletlen, hogy ilyen sok okos kisgyermek tanul a városban. Magyarországon természeti kincsekben nem vagyunk gazdagok, egyetlen olyan terület van, ami kitörési pontot jelenthet, ez pedig nem más, mint a tudás. Az elmúlt időszakban több magyarországi városban megfordultam, és mindig fölmerül a kérdés, hogy mi a győri sikertitka. Én mindig azt válaszoltam erre a kérdésre, hogy nem más, mint a győri embereknek a tehetsége, és az az egyfajta elkötelezettség, amelyet a város irányába tudnak mutatni, hogyha kitűzünk egy közös célt, akkor mindannyian ezen cél érdekében tudunk dolgozni. A díjátadóhoz kapcsolódó műsorban aztán az is kiderült, hogy a jó tanulók nem feltétlenül ülnek meg, mint porcica a sarokban. Kérdeztem az apukámat, mit vonjak le tanulságnak. Inkább semmit, felelte ő, nem minden út követendő, tanulság ha van, csak ennyi. Csibésznek kell kicsit lenni. Évek óta hagyomány az is, hogy a felkészítő tanárok munkáját is elismerik az eredményhirdetésnél, ugyanakkor a csapatversenyben egy vándorserleget is átadnak a legeredményesebb iskolának. 2014-ben a győri Révai iskola teheti a vitrínjébe ezt a serleget.